megtelt a Balatonlellei rendezvénytér a borfesztivál megnyitójára. Idén 14 helyi és környékbeli pincészet kínálja itt nedűit. Az Irsélivér rozé még mindig sláger, emellett 5 fajta pesgőnk már kóstolható itt a faházunkban. Itt szintén egy irsei és a királylánykánk és a klasszik pesgőnk is. Nagyon piacos kelendő pesgő. A borászok bizakodóak az idei termést tekintve, bár az elmúlt évekhez képest 2-2,5 héttel korábban indul a szüret a Dél-Balatonnál. Az, hogy egy kicsit korábban van, azt gondolom talán nem lesz probléma vele. A beltartalmi értékek, ami egyébként kérdéses, de szerintem abban sem lesz gond az idejében. Hát előbb végzünk a borászatba, úgyhogy hamarabb lesz egy ilyen kis őszi szünet, talán ezben bizakodunk. A Csaba gyöngyét már leszették, a szüret az irsai olivérrel, majd a pezsgő alapoknak való szőlővel folytatódik a Dél-Balatonnál. A minőség azt gondolom nem lesz rossz, jó lesz, miután a szőlő egy kultúrnövény, és nagyon jól tűri az időjárás viszontagságait, milyen gyökerezik, tehát pillanatnyilag még aszálykáros szőlőültetvényekkel nem nagyon találkoztunk, ezáltal azt gondolom, hogy nem lesz rekordtermés a mennyiségbe, de a minőség az mindenképpen, azt hiszem, hogy ebbe az évben felülmúlja a tavalyit. A Balatonlellei borhét a pincészetek nedői mellett vasárnapig kínál gasztronómiai különlegességeket, kulturális programokat és kézműves termékeket a rendezvénytérnél.